Hamarosan kezdődik a vakáció, elindul a nyaralási szezon. Habár több országban már most teltházzal működnek a szállodák, a legtöbben a főszezonra, vagyis júliusra és augusztusra időzítik utazásukat. A legnépszerűbb budi célnak idén is a tengerparti országok számítanak, mint például Olaszország, Görögország és Törökország. Van, aki éppen a török Rivierára tervezi utazását. Németh Tamás elárulta, milyen szempontokat tartott szem előtt az utazás szervezésénél. Mindig jó idő van, és úgy gondoljuk, ha az utazást leszámoljuk, akkor árérték arány. Van egy all-inclusive, messze meghaladja esetleg Horvátországot vagy a Balaton árértékarányt. Az egyik székesfehérvári utazási iroda vezetője híradónknak elmondta, mivel sokan gyermekkel együtt utaznak, a legtöbb szálláshelyen erre is gondolnak. Mindegyikről elmondható, hogy családbarátok. Néhány helyszínen meg lehet találni egyébként a csak felnőtteknek szóló szálláshelyeket is, de azért mindenhol várják a családokat, hiszen most indul be majd a pár héten belül a gyerekekkel együtti családi nyaralások időszaka. Grósz Pálma hozzátette, Horvátország továbbra is kedvelt üdülőhely a magyarok körében. Az egyik megkérdezett szerint fontos az, hogy autóval is könnyedén elérhető a távolsága, és változatosak a partszakaszai. Mert közel van, nem sokat kell utazni, gondolom, és ezért így szeretnék oda elmenni. Fiaim voltak ott, tetszett nekik, és azért. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a belföldi üdülő és kiránduló helyeket. Ezek is népszerűek az utazók körében. Rengetegen szeretnek itthon kirándulni, túrázni, de itt nálunk megtalálhatóak a nagyon egyszerű szálláshelyek, például a kulcsos házak, turistaházak, vagy akár a magánszálláshelyek, ahova úgy is meg lehet érkezni, hogy az ember saját maga szerzi be a reggeli, ebédet, vacsorát, és akkor onnan indul különböző túrákra, akár strandolni, akár a hegyekbe, akár pedig város látogatni. A megkérdezettek között akad, aki a Balatont részesíti előnyben minden évben. Külföldre is minden évben szoktunk utazni, de fő időt ezt a Balatonon töltjük, ott van nyaralunk. Feltétlenül vízpart legyen, és lehetőleg olyan szálláshely, ahol az ember tud pihenni. És inkább külföld vagy belföld jöhet szóba? Belföld a Balaton. Miért éppen a Balaton? Nem tudom, megszokás volt talán, mindig oda szoktunk járni. Az idei évben a buszos és repülős utazások is gyorsan elkeltek, azonban bármilyen utazást is választunk, azzal számolni kell, hogy a legtöbb helyen 30-40%-os árnövekedésre számíthatnak a nyaralók, de vannak olyan országok is, ahol akár a duplájára nőttek az árak.